erőszakos labdaszerzési kísérlet. Radulovics Durándi elé teszi, ez bizony zicser, Durándi beleüt Hegedűs, de vezet az Újpest. Durándi góljával 1-0 a 13. percben. Denis Durándi. Ez volt az ő harmadik gólja a bajnokságban. Mindjárt a tavaszi nyitányon nagyon fontos gólt szerez, hiszen ezzel nagyon hamar megvan a vezetés a Lilafehér csapatnak. Nagyot hibázott a siófoki védelem, hiszen ne felejtjük, hogy náluk van a labda, feleslegesen pörgetik fel, ebből lesz a labdavesztés. Nem tudta átvenni ott középen Basara a labdát. Durándi pedig keményen lövi a hosszú felé a Radulovicstól, tökéletes ütemben megkapott játékszert. Hegedűs beleüt még, de védeni már nem tud. 1-0 tehát, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos gólt szerzett az Újpest. Nem találta ezt el igazán jól Durándi, de hát majd Hajdú Attila elmondja, hogy egy ilyen lövésnél egy kapusnak mennyi esélye van. Gondolom nem ad sokat szegény Hegedűsnek, nagyon kiszolgáltatott helyzetben volt. Most valamivel rámenősebb foci kell az Újpesttől, például ilyen. Tisza szerzi meg, ott a helyzet, és ott a második gól. Durándi! Most rámenős volt az Újpest, elsősorban Tisza Tibor, meg is volt az újabb labdaszerzés az ellenfél térfelén, és megvan Durándi második gólja. Három kísérlet, két gól, egy kapufa. Durándi jól teszi a dolgát. És megvan az a nagyon fontos második gól a hazai csapatnak. Tisza az oldalvonal mellett már majdnem, hogy elveszíti a labdát, de aztán visszaszerzi még hozzá Köntöstől. A beadása pontos, Durándi pedig elvállalja egyből. Áthúzta ellenfele lábai között, és aztán ő volt erőszakosabb. A suhanó labdát pedig nem tudja hárítani már Hegedűs. 2-0. Tisza középen. Sütő feltartja. Volt már egy sárga lapja Sütőnek. Ami teljesen jogos volt, hiszen ő intézte el Dudicsot. És azt gondolom, hogy most megkapja a másodikat, hiszen az már ott van Fábián kezében. És azt is hiszem, hogy Sütő ajándéknak tekinteti azt a 10-15 percet is, amit a Dudicssal szemben elkövetett szabálytalanság után még a pályán tölthetett. Második sárga lapja után megkapja a pirosat. Ember hátrányban fejezi be tehát a mérkőzést a siófoki együttes. Azt hiszem, hogy ezzel a maradék esélyek is elszálltak. Ez ugye egy feltartás. Lendületes kontratámadást vezetett volna Tisza. Láttunk már ilyenért sárgát adni játékvezetőt, és most ezt Fábián is megtette. Nem a labdát nézi Sütő, hanem az, hogy megakadályozza Tiszát a tovább haladásban. Nyolc perc még a rendes játékidőből. Távoli lövésre készülődnek az újpestiek. Az a lövés jön is Tiszától, nem tudja eltalálni Hegedűs kapuját. Nagy helyzeteim a Tiszának nem voltak a mérkőzésem, de mezőnyben remekül tette a dolgát, és azért egy-két távoli próbálkozással is észrevétette magát. Habi. Foxy. Foxy remekül emeli át a túloldalra, ott az itzer, 3-0, Moldován is betalál, eldőlt minden. A 83. percben remek labdát kapott Florian Moldován. És be is rúgta. Magabiztos újpesti siker lesz ebből. Nem tudta magát tartani a Siófok úgy, ahogy az első fél időben tette. A szünetben még az volt a kérdés, hogy vajon képesek lesznek-e kihasználni egy gólhelyzetet a második fél időben. Hát ehhez képest összesen egy gólhelyzetük volt a második játék részben, az Újpest viszont már második góljánál tart. Ez egy csodálatos labda Foxitól, egy mintaszerű átvétel Moldován Tibortól, és aztán
egy ugyanilyen befejezés. Három tökéletes mozdulat tehát két újpestitől, ez eredményezi a harmadik gólt. Elvetődni sem tudott Hegedűs. Nem csak az eredmény, most már látvány is van a Szusza stadionban. Azt gondolom, hogy ezek azok a támadások, mint ez a harmadik gól előtti, amilyet Urbány István szeretne látni majd, mert ennek az akciónak minden mozdulata hatalmas önbizalmat árult el.